Na, sziasztok, srácok, én Black vagyok, itt vagyunk egy következő videóval, ebben a videóban pedig nem más fogunk kideríteni, mint hogy melyik a három titkos lépcső közül az egy, ami kakukk tojás. És mindegyik úgymond kisebb kihíváson át fogunk zökkenni, és kaptok egy kis időt, és ki kell majd, hogy találjátok, hogy ti szerintetek melyik e közül, a három közül a kakukk tojás. Akinek már van tippje, az írja le a komment szekcióban, és természetesen ne felejtsen el feliratkozni se. Úgyhogy szerintem kezdjünk is el, akkor szerintem kezdjünk balról jobbra, egyértelműen. Úgyhogy menjünk itt fel a fehér lépcsőn. Kérlek, nyomd meg a feliratkozást és csatlakozz a Blackistákhoz. 3, 2, 1, most! Most pedig nyomd meg a lájkot, hogyha tetszenek a videóim. 3, 2, 1, most! Köszönöm szépen! Szépen felmegyünk a lépcsőn. Remélem, hogy nem fog történni. Azt láttátok? Ujj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 
Szerintem már ezt észre lehet venni. Nem azért mondom. Na jó, akkor menjünk be. Hol van itt az... Úristen, srácok! Jó ég! Ne! Ez valami durva. Itt van Granny. Granny egy kicsit durván leamortizálódott az évek alatt. Most már vörös szeme van meg, vörös száj, úgyhogy... elég ijesztő, de az a furcsa, hogy nincs kardja. Na mindegy. Üdvözöllek, Black! Ha-ha-ha-ha-ha! Basszus. Mi az a röhögés hangrálás? Wow. Ez nekem kezd furcsa lenni. Granny halálos játéka. Na, az kell nekem halálos játék, persze. Természetesen. Úgy kell végighúznod a karokat, hogy azok nem ölnek meg. Vannak pozitív és negatív dolgok. Úgy is meghalsz, sok szerencsét. Hát figyelj, Granny. Benne vagyok ebben a kis játékban. Csak srácok, írjátok meg nekem, hogy szerintetek melyik oldalon lesznek negatívok. Tehát melyik oldalon lesznek ilyen méregpoti, vagy ilyen rossz effekt, vagy bármi egyéb. Úgy kell húznunk a karokat, hogy ne halljunk meg. Ami azt jelenti, hogy ecpec kimehet, szólnap után bejöhet, szérnál cinegére, húzat cizel házegére, pus! Ja, remek, persze! És magunkra dobtunk egy healpotit. Magunkra dobodott egy healpoti. Ja, mert lehúztuk ezt a kart. Ja! Na, ez király, ezt rendesen kivédtük. Jó, akkor srácok, húzzuk meg ezt a kart. Ez micsoda? Ez egy pisztoly! Nyíl! Lövedék a pisztolyhoz? Adjad nekem! Júj! Ne! Ez mi volt? Ez mi volt? Na jó, következő. Ez is jó effekt. Jó, következő. Ez rossz effekt volt. Egy HP-nkat le is vitte. Az a baj, hogy semmilyen páncélunk nincs, srácok. Úgyhogy nagyon kell vigyáznunk magunkra. Ez se volt negatív effekt. Ezt már meghúztuk. Ó, gyengeséget kaptunk. Gyengeség effektet. Ez nem jó, nem jó. Jó, ezt már lehúztuk. Ezek a, ugye a nyilak. Kipróbálom ezt a pisztolyt. Ez rohadt menő, srácok, ilyen karácsonyi pisztoly. Na, adjál még egyet. Jó, most már van 9 nyilunk a pisztolyunkhoz. És meghozzuk az utolsó kart, ami adott nekünk ugráspoti effektet. De jó! Na, ez király. Granny-t meg akkor itt hagyjuk. Végül is végigjátszottuk a játékát, úgyhogy...
többet nem kell vele foglalkoznunk, úgyse szeretem őt annyira. Menjünk akkor Baldihoz szépen felfele. Abban reménykedünk, hogy semmi rossz nem fog történni. Szia, Baldi! Mondja, ő is készített ki nekünk ide táblákat. Szia, Black, rég találkoztunk. Ki kell találnod, hogy ezek a barkás receptek milyen tárgyat hoznak létre. Ha kitalálod, kimehetsz, és kapsz ajándékot. Ha-ha-ha. Baldi bácsi. Hú, Baldi! Most megerőltette magát, tehát hogy nem táblákon kérdez, meg semmi ilyesmi, hanem egy kreatív feladatot adott fel nekünk, Baldi, hát én nem hiszek a szememnek, srácok. Ez biztos, hogy az a Baldi, akit mi ismerünk? Na jó. Akkor szerintem lássunk hozzá. Azt mondja, hogy búza, kakaóbab és búza. Írjátok le a komment szekcióban, kaptok 5 másodpercet, hogy aki kitalálja, az great. És aki tudja az emojiát, mert van ilyen YouTube emoji is, az azt írja, ne a nevét. Úgyhogy 5, 4, 3, 2, 1, és ez a süti. Ez zabálja a zsegon, 24. Azt mondja, jöjjön a következő, ezt én már is tudom, viszont ti megint kaptok 5 másodpercet, hogy leírjátok a komment szekcióba. 5, 4, 3, 2, 1. Rájöttél? Én nekem tiszta a kép, ez pedig nem más, mint gyémánt blokk. Úgyni, a gyémánt blokk is megvan. Jöjjön a következő, na ezen viszont egy kicsit el kell gondolkozzak. Ugye vas pressure plate az nem lehet, mert az csak 2 vas, tudomásom szerint, sőt az egészen biztosan 2 vas. És mi van még vasból, srácok, ami 2 sorban alakítja ki a crafting receptet? Tehát hogyha egészben lenne, akkor vas tömb lenne. És mi van még vasból? Vas kerítés, vasrács! Vasrács, vasrács, vasrács. Oké, vasrács. Itt megütöttük Baldit és hátra mented a szobába. Na jó. Úristen. Pókszem, cukor és gomba. Na én ezt megint tudom, srácok, remélem. Ti viszont megint kaptok 5 másodpercet, hogy leírjátok a komment szekcióba, úgyhogy 5, 4, 3, 2, 1, és rájöttél? Akkor segítek. Ez pedig nem más, mint erjesztett pókszem. Na, Baldi, kérem az ajándékomat. Úristen, srácok, ez a szemét, Baldi átvágott minket és idézett egy csomó mobot, srácok. Úristen, ne. Úristen, ne. Egy hapi. Úristen, te jó atya szentséges Mária. Na jó, Baldi, ezt megfizeted. Úgyhogy add ide, ami nálad van, ajándékot. Most. 3, 2, 1. Úristen, srácok, dobott egy csomó gyémánt felszerelést. Azt a rohadt. Ezt figyúzzátok. És ha nem kell fakardalról lófrálni. De jó, van gyémánt kardunk. Viszont az ajtók azok nem nyitottak ki, vajon. De most vége van, nem? Nos, srácok, kinyitottak az ajtók, úgyhogy úgy néz ki, mehetünk az utolsó bázishoz. Ez a ló meg ez a bárány itt verekednek, úgyhogy kicsit ketté, szegény bárány. Pray for Yuturo. Na, menjünk felfele, akkor nézzük meg, hogy itt mi lesz. Mi lesz? Úristen, ott van Freddy. Úristen. Úristen, srácok, beesteledett. Ez nagyon ijesztő. Ott van Freddy. Freddy elmenekült hirtelen. Úristen! Rengetegen vannak. Boszorkányok. Remélem nem dobnak méreggel, ne! Megdobtok méreggel. Ne.
Elkezdték egymást lőni a boszorkány és a csontváz. Gyerünk, gyerünk! Jó? Kasználjuk a fegyvert mi is. Freddy! Meghalsz! Elfogyott a nyilam! Egyes fél HP! Jó. Hú, szerencsé, hogy egy boszorkány dobott egy gyógyítási talán. Freddy? Hol van egy nyíl? Nálam nyíl, Freddy. Az a helyzet, Freddy, hogy neked kivégeztek. Hogy köszönj el a világtól. Viszont nem látásra. Pum! Headshot! Azaz! Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem. Én Black voltam. Ha esetleg tetszett, ne felejts el megnyomni a csengőt. Iratkozz fel, mert hogyha összegyűlik a 40 ezer feliratkozó, még 2018-ban, tehát 2019 előtt, akkor januárban, azaz 2019 januárjában lesz egy 24 órás élőadást, úgyhogy mindenféleképpen iratkozz fel. Szólj az unokatestvérednek, apádnak, anyádnak. Minden rokonodnak, a barátodnak, a kutyájának, a macskájának, a hörcsögének, mindenkinek szóljál, hogy iratkozzon fel, mert egy olyan 24 órás live, hogy ezt megemlékezitek. Úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltok velem. Lájkot el ne felejtsed megnyomni. És a feliratkozást és a csengőt. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltok velem. Én Black voltam, írjátok ötleteket a kommentben, hogy milyen videó legyen következőre. Legyen szép ünnepi hangulat, nekem minden legyen szép hétvégének, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy hoztam bele, amelyik bele voltam. További szép napot, sziasztok! Kaptajás az pedig nem más volt, mint Freddy, mert Freddy egy animatronik, azaz egy robot, Baldi és Granny pedig egy emberi lény, úgyhogy ha kitaláltad, nagyon nagy király vagy.